Jó reggelt, folytatódik. Igen, nem is tudom, mivel kezdjük ezt, már startbusszal. És azt gondolom, hogy egy picit elviszük önöket nyaralni. Most mondanám ezt ilyen viccesen, de valójában nem nyaralni megyünk, hanem a tokiói olimpiára készülünk, vagy nem készülünk. Az lesz a következő témánk, hogy a tavaly elhalasztott tokiói olimpiát vajon megtartják-e idén, vagy sem. A japán kormány azt mondja, hogy ők szeretnék, de vajon sportolói szemmel hogyan lehet? Borzasztó lehet, nem, hogy tudod, hogy most lesz, vagy nem lesz olimpia. Készülni. Igen, de a sportolók csak készüljenek, és most pont ezért fogjuk Teneriféről kapcsolni Parti Andrást, aki háromszoros olimpikon hegyi kerékpáros, és tényleg konkrétan jó reggelt. Jó reggelt! Kívánunk. Bár mondjuk a tapétából nem látszik, hogy Tenerifén vagy, de mi elhisszük. Elhisszük, András. Mióta vagy? Ilyenkor tök... Szóval igazából inkább bejöttem. A kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan készül egy sportember? Mióta vagy például kint Tenerifén, és egyáltalán ez mekkora lemondással jár? Arra vonatkoztatlak persze, hogy az ember nem tudja, hogy akkor most van, vagy nincsen feladat, és van-e igazi megmérettetés? Hát most igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már kijöhettem december 17-én, és azóta itt vagyok. Igazából úgy néz ki, hogy a március környékéig tudok maradni. Annyi a trükk, hogy igazából most úgy volt, lesz Budapestről járat, aztán most nincs, szóval igazából kicsit zűrös is lenne most hazamenni, most úgy voltam, hogy ezt annyira nem is erőltetem, és így a koronavírus miatt inkább egyszerűbb, hogyha hosszabb ideig maradok. Hát nyilván most ugye a felkészülés az, én úgy készülök, hogy lesz olimpia, szóval próbálom ezt így nem figyelembe venni, úgymond, hogy ezen most még itt labíroznak, de úgy gondolom, hogy nagyobb az esély arra, hogy lesz, mint arra, hogy nem lesz, mert a japánok azok nagyon szeretnék megtartani, nyilván azért nagyon sok kérdés van így a vírus helyzet miatt, ez folyamatosan változik, és folyamatosan figyelnünk kell a híreket. Én optimista vagyok alapvetően. Ez egy full naív kérdés lesz, de el fogod tudni mondani ennek a hátterét. Miért kell Tenerifére menni ahhoz, hogy az ember mondjuk felkészüljön az olimpiára, ha valaki hegyi kerékpáros? Hát egy bringásként azért otthon, én alapvetően elég sokáig kimegyek, tehát olyan mínusz 5 fokig kimegyek bringázni, de az már nem az élmény, és ugyanazt az edzésmunkát nem tudja elvégezni az ember. Tehát, nem is feltétlenül arra gondolom, hogy miért nem Magyarországon készülsz, de mondjuk miért Tenerifén? Hát Tenerife egy tökéletes helyszín, tehát mondhatni, hogy egy bringás paradicsom, tehát itt ilyenkor 20 fok van, 25, és az utak meg minden tökéletes arra, hogy az ember tök jókat tudjon bringázni, a legjobbakat lehessen edzeni. Itt igazából minden körülmény, nagyon sok bringás is jár ide, tehát itt a bringás turizmus az nagyon-nagyon erős ebből kifolyólag. A sportközpontok, az edzőtermek nyitva vannak-e? Mert azt gondolom, az egyik része a kültéri edzés, de ennek valószínűleg biztosítani kell egy olyan erőléti edzést, amit vagy nem tudom, hogy van-e olyan súlyzós edzés, vagy más sportágok képviselői is oda menekülnek-e? Igen, nekem vannak konditermi edzéseim, tehát milyen erősítő edzéseim, amiket ott szoktam végezni. Így karácsony környékén így zárva volt minden, tehát akkor bezártak a konditermek, akkor nem lehet járni, és pont hát egy olyan egy-másfél hete nyithattak ki újra. A karácsony utáni időszakban volt, illetve a karácsony körül volt egy kis szigorítás, illetve utána is még ez kitart egy darabig, de mondom most, hogy másfajta most már a konditermek is kinyithattak. Hogyan képzeljük el egy napodat, amikor edzőtáborozol? Hát igazából felszoktam kelni, hát egy nagyjából ez a 7:30 környéken, mert itt ilyenkor még azért sötét van, tehát itt minden kicsit később indul, ilyen spanyolosan mondjuk úgy, tehát nem kell olyan nagyon hajnalba kelni, később kell a nap, később nyugszik. Igazából elmegyek általában reggel futni egyet többnyire, vagy konditerembe, ez a két verzió van. Utána jön általában egy ilyen nyugisabb reggeli, majd indulok neki egy edzésnek, ami mondjuk olyan 3:30-től 6 óráig terjed nagyjából, tehát 3:30 óra bringázás és 6 óra bringázás között, amiben vannak különböző feladatok. Nem úgy kell elképzelni egy ringás edzés, hogy csak tekerek teljesen nyugalomba, hanem megvannak a feladatok, hogy milyen résztávokat, milyen sprinteket, mikor, hogy kell csinálnom, ez pontosan ki van írva. És akkor elvégzem ezt az edzést, hazaérek, akkor többnyire főzök, még nyújtok, hengerezek, tehát az ilyen regenerációs tevékenységeket is be kell iktatni. És hát egyébként ilyenkor pippak este szokott lenni, tehát igazából még max. Egy rövid séta, meg egy bevásárlás fér bele, és már el is ment a nap. Tehát pont ezen gondolkoztunk itt, hogy igazából olyan sebességgel telik az idő, hogy észre vettük, hogy már több mint egy hónapja itt vagyunk. Ez mit jelent ez a többes szám? Csapat, edző, ki az, aki ilyenkor segíti a felkészülést? Hát igazából itt most így, mint sportoló, így magánzó vagyok, egy barátomékkal vagyok itt igazából.
de egyedül készülsz akkor ezek szerint az olimpiára. Az ember azt gondolná, hogy Magyarország meglehetős hátránnyal indul hegyi kerékpár vonatkozásában. Tehát megérezhető a felkészülés során, vagy a verseny során, hogy azok az országok, akik az Alpokban laknak, vagy közelebb vannak, ők előnyben vannak a hegy közelsége miatt, vagy itt is fel lehet egy ilyen versenyre nyugodtan készülni. Nyilván a díjak, az olimpiai díj az ez bizonyítja, hogy lehet, de hogy nehezebben nekünk. Egyébként abszolút fel lehet készülni, tehát a hazai hegyek abszolút alkalmasak, arra nem kellenek hozzá 2000 méter fölötti hegyek, hogy fel tudjon készülni az ember egy versenyre. Tehát mountain bike szempontjával vannak tök jó terepek otthon is. Nyilván az Alpokban vannak kicsivel jobb terepek, meg több kiépített pálya van esetleg, tehát ebből a szempontból kis előnyösebb. Egy dolog van, ami mondjuk tök jó lenne, meg tök hasznos lehet, még tök jó azoknak, akik mondjuk olyan helyen laknak, hogy mondjuk akik 2000 méter fölé tudnak menni edzőtáborozni, az mondjuk sokat tud számítani, hogy a magaslati edzőtábor az tök jó tud lenni, de mondjuk így azért, hogyha mondjuk kivesszük ezt a koronavírus helyzetet alapból, hogyha mondjuk elutazunk Olaszországba, akkor mi is tudunk magaslaton edzőtáborozni. Ahogy kezdte a Márti ugye a beszélgetést veled, hogy az olimpiára készülsz, és most úgy tűnik, hogy azért a japánok mégiscsak szeretnék megrendezni a tavaly elmaradt olimpiát idén, sportolói körben hogyan beszélgettek egyébként az olimpiáról? Tehát, hogy ez biztonságosan minden résztvevő előtt, érdeklődő előtt megtartandó olimpia lehetne? Hát én úgy tudom, hogy azért a nézőszámot biztos redukálni fogják, illetve a sajtónak a számát is erősen le fogják venni, tehát nem lehet majd a sportolókkal elvileg kontaktálni, tehát jóval nagyobb lesz a szigor. Én úgy tudom, azért minden sportoló igazából, akikkel így beszélek, mindenki igyekszik úgy készülni, hogy lesz olimpia, mert hogy igazából erre készülünk, és ez egy óriási cél. De azért egy picit nyilván mindenki felett most ott lebeg ez a kétség. Hát bízunk benne. Hogy... Igen, te csak készülj benne, de legyen kétség. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük velünk szépen. Voltál. Köszönjük szépen, szép napot. Köszönöm a lehetőséget, köszönjük. Szép napot. Jó edzést már, sziasztok!